Az első emberi lények legkésőbb 350 ezer évvel ezelőtt sétáltak be a mai Magyarország területére valahonnan délről, egy mainál kicsit szőrösebb, kicsit alacsonyabb emberfaj formájában, akit az antropológusok Homo heidelbergensisnek neveztek el. A magyar szakemberek viszont egyszerűen csak Samunak. Sámuel a festői vértesszőlős első ismert lakója volt, de róla is csak azért tudunk, mivel a falu melletti bányában hagyta a szerszámait, a vacsora maradékát, és mindenki nagy szerencséjére a koponyáját is. A heidelbergi emberek afrikai őseiktől megörökölték a kiváló kőeszközkészítés hagyományait, főleg pattintással, de fából és más szerves anyagokból is készítettek tárgyakat, meg nem élték túl az eltelt évszázezredeket. Vadászó gyűjtögető életmódot folytattak, használták a tüzet, de csak rövidebb ideig éltek egy helyben, ugyanis állandó mozgásban voltak. Az emberiségnek ez az első korszaka a paleolitikum, ami egybeesik a nagy negyedidőszaki jégkorszakkal is. A nagyobb elégesedések idején valószínűleg kevesebb ember élt a Kárpát-medencében, nyáron ők nyílt vidékre épített kunyhokban, télen pedig gyakran barlangokban húzták meg magukat, bár érdemes megjegyezni, hogy Magyarország területe még a legkeményebb teleken sem került teljesen jég alá. A heidelbergiek leszármazottai idővel egyre jobban alkalmazkodtak a hideg európai klímához, míg nem külsejükben és belső tulajdonságaik terén is egy egészen eltérő emberfajjá alakultak, és körülbelül 300 ezer évvel ezelőtt elterjedt Európában a Homo neanderthalensis. Ezek a meglepően erős csontozatú és egészen bizalomgerjesztő kiállású népek Magyarország jó pár barlangjában nyomokat hagytak maguk után, s itt ott, például Subajukon, még a földi maradványaikat is. Az életmódjuk nem különbözött drasztikusan a korábbi emberfélékétől. Továbbra is vadásztak és gyűjtögettek, de az sokkal hatékonyabban és sokkal találékonyabban tették, mint őseik. Főleg a nagyvadakra specializálódtak, például antilopokra, szarvasokra, vadlovakra, vagy orszorvúakra és hébe-húba mamutokra. A kőeszközeiket sokkal változatosabb feladatokra használták, kialakításuk technológiája pedig azt mutatja, hogy lényegesen összetettebben gondolkoztak, mint az őseik. Bizony, a marcon a küllen mögött egy elmélyült elmelapult, és úgy tűnik, hogy egy érző szív is, a neandervölgyék ugyanis az elsők az emberek között, akik bizonyítottan eltemették a hatájukat. Erős családi kötelékek és pezsgő társasági élet jellemezte őket, habár beszélni sajnos még nem tudtak, vagy legalábbis nem úgy, mint a későbbi emberfélék. Valószínűleg ők voltak az elsők, akik igazán komolyan vették az imidzsüket is. Ők az első emberi lények, akiknél biztosan beszélhetünk ruházkodásról és testfestésről, de már egyszerűbb ékszereket és csontfaragványokat is készítettek. Körülbelül 45 ezer évvel ezelőtt aztán változni kezdett Európa arculata. Afrika felől, a Közel-Keleten keresztül egy új emberfaj tagjai érték el Európát. Snos, ők voltak a mi őseink. A neandervölgyieknél és egyéb erektus származékoknál magasabb, karcsúbb termetük, finomabb arcberendezkedésük miatt talán unalmasabbnak tűnnek, mint az ős emberek, de mint annak élő bizonyítékai vagyunk, páratlanul sikeresek voltak a túlélésben és a terjeszkedésben is. Szépen, fokozatosan, alig 15 ezer év leforgása alatt kontinens szerte felváltották a neandervölgyieket, így a mai Magyarország területén is. Itthon körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt kerültek földbe az első maradványaik, és ezzel megalapozták a máig utolsó emberfaj, a Homo sapiens uralmát a vidék felett. És ekkor jogosan merül fel egy kérdés. Hová lettek a neandervölgyiek? Ez egy hosszabb téma, most legyen elég annyi, hogy bár eltűntek, de nem nyomtalanul. Úgy tűnik, a bevándorló Homo sapiens bizonyos mértékben keveredett velük, így sok mai európai a saját génjei közt is hordoz egy keveset a neandervölgyiekéből. A valami nehezen értető okból bölcsembernek keresztelt modern emberek sok tulajdonságukkal túlnőttek őseiken, és sokkal eredményesebben aknázták ki a környezetüket is. Közösségeik némileg nagyobbak lettek, sokkal összetettebb eszközeik pedig bonyolultabb technikával készültek, és egyre több alapanyagot, például csontot is használtak, és ezeket egyre szebb kivitelben. A Homo sapiens őseihez hasonlóan vadászó-gyűjtögető életmódot folytatott. Vadászat terén egy-egy csoportjuk viszont inkább csak egy-egy állatfajra szakosodott, például rénszarvasra, ami úgy tűnik sikeres taktika volt,
mivel a népességszám viszonylag stabil maradt. Annak ellenére, hogy a már hosszú évezredek óta tartó hideg időszak elérte a mélypontját, ami eléggé lehűtötte a kedélyeket a 20.000-es években. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, lényegében minden emberi technológia sokat fejlődött, a ruházkodástól kezdve a lakhatáson át a művészetekig. Az emberi kultúra hatalmas lökést kapott ezekben az időkben, Európa szerte lenyűgöző csontfaragványok, kő, csont, fog, kagyló és egyéb alapanyagú ékszerek születtek, de az okkertömbök alapján a testfestés is gyakori lehetett, illetve az első hangszerekkel együtt megjelenhetett a zene is. A kontinens számos pontján megtalált sírok jelzik, hogy általános gyakorlattá vált a temetkezés is. A halottakat gyakran kidíszítve, hozzájuk kapcsolódó személyes tárgyakkal együtt temetik el, a régészek ezt hívják mellékletnek. Ez pedig korábban ritkaság számba ment. És minek köszönhette ezeket a vívmányokat a modern ember? Nagyrészt a nyelvi kommunikációnak. Ekkorra ugyanis már biztosan kialakult a beszédképesség, ami jelentősen megkönnyítette a tudásátadást és az együttműködést is. Ez pedig mindig is a sikeres közösségi létezés alapja volt. Megjelentek a rituálék, a közösségi események és maga a társadalom. Aztán körülbelül 15.000 évvel ezelőtt az éghajlat ismét változni kezdett. Lassan, de biztosan végéhez közeledett a jégkorszak. Ahogy a jég elvonult, úgy megérkezett a csapadék, a végtelen füves puszták kezdtek beerdősödni, az összegyűlő felolvadt vizekből tavak és mocsarak alakultak ki. Emiatt pedig az olyan nagy vadak, mint a mamutok, vagy a hideghez szokott rénszarvasok, egyszerűen elvándoroltak. Mivel a Kárpát-medencei emberek továbbra is vadászógyűjtögető életmódot folytattak, egy részük követte ezeket az állatokat északra és keletre, mások viszont itt maradtak, de az élet számukra is megváltozott. A kisebb zsákmányállatokat már nem kellett akkora távolságokon átkövetni, azok az ideiglenes telepek, ahol az emberek korábban éltek, pedig egyre hosszabb ideig voltak lakottak. Az ember egyre jobban kiismerte a környezetét, szakértője lett mindennek, amit csinált, ez pedig jól látszik az eszközkészletén is. A kőeszközök egyre kisebbek és hatékonyabbak lettek. Az élelmet és a vizet már helyben is lehetett tárolni, amire különböző megoldások születtek. Például kosarak, illetve az első kezdetleges kerámiák. Ez volt a mezolitikum, vagyis a középső kőkorszak. Ebben az időben már biztosan gyakori látványnak számítottak az emberek mellett, ezek az aranyos házi farkasok is. A délkeleti horizonton pedig egy új korszak hajnala derengett.